Ez a 2-0-ás eredmény, ez a legveszélyesebb. Wir hatten vor der Halbzeit noch eine Riesenchance, das dritte Tor zu machen, dann wäre es vielleicht ein bisschen ruhiger geworden. Fél idő alatt volt még hatalmasnak lehetőség, hogy a harmadik gólt megszerezzük, akkor szerintem nyugodtabb lett volna a mérkőzés. Ja, zweite Halbzeit haben wir, glaube ich, alle gesehen, die Jungs auch, wir haben gerade unten gesprochen. Zweite Halbzeit war natürlich, haben wir das Fußballspielen eingestellt. A második fél időben azt szerintem mindenki látta, éppen a fiúk, amik beszéltünk is erről, gyakorlatilag megszűnt a labdarúgás. Ketté kell osztanom ezt a mérkőzést. Tehát nem engedhetünk meg egy Ferencváros ellen egy ilyen fél időt, amit az első fél időben produkáltunk. Kihasználta minden hibánkat, azonnal gólt rúgtak. Második fél időben váltottunk egy ritmust, igaz ellenfél vezetett 2-0-ra, de hát így könnyebb is volt talán. Meg voltak a lehetőségeink, csak nagyon pontatlanul zártuk ezeket a támadásokat. De mondom, az első fél időben eldőlt a mérkőzés. Ennyivel jobb volt a Fradi ma. Hamar meg tudtuk szerezni a vezetést, majd a második helyzetünket is berúgva megszerezni a második gólt. Utána én úgy gondolom, ez a 2-0-ás eredmény, ez a legveszélyesebb, mert ha egy gólt rúgott volna a Paksi együttes, akkor már visszajött volna a mérkőzésbe, illetve a lélektani előny az náluk lett volna. Örülök, hogy ez nem sikerült, és örülök, hogy 2-0 után sikerült stabilan megtartani az eredményt. Dani Böde, ich denke, der Nationaltrainer, der hat seine Auffassung natürlich über seine Stürmer, die er einlädt zur Nationalmannschaft. Ich denke, das ist seine Entscheidung. Die muss man akzeptieren. Klar hätten wir gerne auch Dani da gesehen und Tamás natürlich auch, aber das ist seine Entscheidung und ja, Dani kann einfach nur weiter seine Tore erzielen und es ist okay. Böde Danival kapcsolatosan pedig természetesen szerettük volna, illetve a Tamást is, ha bekerült, de ez a válogatott edzőjének a felfogása, a döntése, ezt el kell fogadnunk, megvannak az ő elképzelései a támadójátékosokkal kapcsolatosan, úgyhogy a Dani folytathatja a munkáját itt. Und die beiden sind so tolle Charaktere, Tamás und auch Dani Böde, dass sie den Jungs in der Nationalmannschaft die Daumen drücken werden, dass sie ja, dass sie eine gute die zwei Spiele sehr sehr erfolgreich gestalten werden. És a Tamás és a Böde Dani is olyan személyiségek, vagy nagyszerű személyiségek, hogy biztos vagyok, hogy szurkolni fognak azoknak a játékosoknak, akik ott vannak, vagy ott szerepelnek a válogatottnál, hogy ezt a két mérkőzést jól teljesítsék és megnyerjék.